Közmunkások szépítik a Harangodi Erdei Iskola környezetét. A programba bevont munkanélküliek elsősorban erdészeti utak, turistautak és tanösvények karbantartását, erdőtelepítések gyommentesítését végzik. Amennyiben szükséges, szemetet gyűjtenek az erdőkben és írtják a gyomnövényeket. Gyakorlatilag több mint 800 ember munkába állt, illetve a napokban munkába áll országosan. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 200 embert jelent, ami hát ugye ez óriási dolog, mert ez 200 család. Ad megélhetést. 8 órás munkákról van szó, és általában 6 és 9 hónap közötti időszak. Úttörő dolog ez, amiről ma beszámolhatunk, hiszen eddig igényként a magánerdők részéről jelenkezett a probléma, hiszen azok a gondok, ami az állami erdőnél, vagy feladatok, munkák jelenkeznek, azok itt is megvannak, csak eddig zárt fülekre talált ez a fajta megkeresés. Pedig a segítségre nagy szükség van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdők kétharmada magánkézben van, hangsúlyozta a napkori tájékoztatón a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének alelnöke. A magánerdő ugyanolyan közjóléti szerepeket lát el, mint az állami erdő. És itt is szükségünk van azokra a forrásokra, mert azért mondjuk ki, ez egy forrást is jelent, hogy munkáskezek jöhetnek a mi erdejeinkbe is, és ezek a munkáskezek ott értéket teremthetnek. Ha még sok esetben ez az értékteremtés esetleg a mások által okozott károk is ezek a magánerdőben, például, hogy csak egyet mondjak, a szemét összegyűjtése, amit a közmunka keretében meg fogunk csinálni. A foglalkoztatás politikai államtitkár napkoron jelentette be, hogy egy szerdai döntés alapján a vízügyi igazgatóságok és vízgazdálkodási társulások munkájába újabb több mint 1700 közmunkást vonnak be, ennek a létszámnak körülbelül a fele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik.